sokan mesélnek arról, hogy egyfajta istenélményük is van, hiszen a futás csendjében, magányában azért sokkal több lehetőség van a metakommunikációs folyamatok elindítására. Ugyanez az élmény valójában a zarándoklat is. Csak manapság kinek van ideje zarándokolni, hiszen az egy hosszabb folyamat. Ez egy hosszabb történet. Az több órás, netán több napos folyamat is. Persze látjuk, hogy sok ember rájön ennek a csodájára, hiszen egy El Camino, akár egy Mária út, nagyon sok embert bíztat arra, hogy elinduljon is, és egy kicsit zarándokoljon. Mai embernek nincs ideje zarándokolni, ezért mindent gyorsabban csinál, és innen jött, hogy ha már zarándokolhatunk futva is, és gyorsabban odaérhetünk, akkor így legyen. Valójában erről is szól egy kicsit. Természetesen arról is, hogy keressük azokat a pontokat, ahol tudunk beszélgetni az emberekről, arról a többletről, amit mi a hitünk és az evangélium örömhíre jelent. És ezek a határterületek, többek között a sport, a kultúra és sok-sok minden más, nagyszerű párbeszédre adott felületek. Így jött az, hogy tavaly megszendeztük első alkalommal Mária Pócson a félmaratont és a futózarándoklatot, amelyben a futózarándoklat családi futófesztivál része inkább a családoknak szólt, hiszen volt egy kilométeres örömfutás, családi örömfutás, kisebbeknek kisebb távok, de amellett egyre inkább a sport is megjelenik, hiszen volt félmaratoni táv is, amire azért büszkék voltunk, hogy nagyon sok ember, több mint 50-en jelentkeztek a félmaratonra is. És így utólag nagyon sokan jöttek hozzánk, hogy milyen jó volt. Olyan élmény, hogy olyan emberek, akik rendszeresen részt vesznek futóversenyeken is, és tényleg jegyzett, neves és nagy versenyeken is, többen odajöttek hozzám, és azt mondták, hogy a tavalyi év egyik legnagyobb élménye számukra Mária Pócs volt. Talán pont azért a többletért, amit a hely is ad, másrészt pedig az a gondolat, amit mi hozzá akarunk tenni. Olyan jó élmény volt látni, hogy valaki gyakorlatilag úgy érkezett meg, hogy keresztet rajzolt magára, és úgy futott be a kegytemplom kapuján, mert mindig az volt a cél, hogy oda érkezzen meg bárki. Egy picit erről még tudnál mesélni? Most elképzeltem egy ilyen átlag maratonistát, aki mondjuk elmegy a Balaton környékére ide-oda, elmegy oda, és azt mondja, hogy hát ez sokkal több volt. Tehát az a fajta közös szellemiség, vagy a közös ima, vagy ami utána előtte ott történik, az, ami szinte csoda szintre emeli ezt a rendezvényt, mondjuk egy futó számára? Talán amit többlet lehet, az egy kicsit antropológiai tények. A modern embernek a legnagyobb problémája az, hogy egy kicsit szétszakadt. Eljutottunk odáig, hogy a test, lélek és szellem egysége, harmóniája az eléggé eltolódott egy irányba. Jelen esetben a test irányában. Eljutottunk odáig, hogy az alapvető fogalm, mint például szépség, az aztán egy testi adottságá, vagy egy testi megjelenésé válik. Eljutottunk odáig, hogy órákat töltünk a testünk táplálásával, a testünk tisztántartásával, ápolásával, és egyre kevesebb jut a léleknek. Igazából, amit mi futásban többet tudunk felmutatni, ez pont ez, hogy az ember nem csak egy test. Amikor mi futunk, nem csak egy biológiai aktivitás zajlik, nem csak egy tömeget mozgatunk, hanem ennek van egy lelki oldala is. És ennek a kettőnek a találkozása az embernek megadja azt az alapvető otthon élményét, hogy jól érzem magam a bőrömben. Egyrészt a fizikai rendszer miatt is, hiszen endorfin termelődik, és sok-sok minden más, ezt biztos sokan tudják. Másrésztről a lelki többlet pedig még inkább oda fogja adni azt, hogy itt igazából az ember egésze mozog. És az egyedül végzett imádság, a kegytemplomnak a közelsége, netalántán a félmaratonnak mindig része volt, hogy körbefutották a templomot háromszor. Uh-huh. Mert ahogy megérkezett az 5 kilométeres körbe, körbefutatta a templomot, és ment a következő 5 kilométerére. Ezek mind-mind hozzáadják. És természetesen az a közeg is, hogy az itt élő emberek, vagy az itt lévő emberekben megvolt az a többlet is, hogy a másikra is nem pusztán, mint vetélytársa, mint versenytársa, hanem egy kicsit testvérként is tudott tekinteni, és emiatt talán az emberek egymás felé való nyitottsága is jobb volt. Én hiszem azt, hogy ez a harmónia megjelenhet. Nekünk talán az egyháznak egy komoly kihívás az,
hogy ebbe a szétszakítottságba, a test és lélek szétszakítottságban mi is eljutottunk egy kicsit a lélek oldalára. És egyre kevesebbet gondolkozunk talán a testről. Miközben akár csak II. János Pál pápának nagyon sok zseniális teológiai meglátása mellett az egyik a test teológiája című gondolata, azért világosan erről beszél, hogy a megtestesülés titka az, hogy Krisztus testé válik, az igazából a testet is fontossá teszi. Tehát valójában ennek a programnak egy ilyen antropológiai harmóniára való meghívása is lenne, hogy igen, lássuk azt, hogy amikor futunk, akkor a lélek is zarándokol, amikor imádkozunk, akkor a test is bevonható ebbe, és ennek a test és lélek egységének van egy olyan töblete, amit a futásból zarándoklatot képes tenni, ami gyakorlatilag a sportból, gyakorlatilag egy emberi személy egészére vonatkozó élményt tud adni. Igen, és közben láttam szinte lelki szemeim előtt, hogy miközben ugye kint történnek a dolgok, és az ember küzd az elemekkel és a saját fizikumával, lassan a végén megérkezik önmagába, tehát befelé ér célba. Így valami van. Ilyesmi történik. Ezért is van a befutóérmünk, ami Tamás pont atya, akkor már csak annyit, ha mondanál, hogy igen, itt a befutóérem, hogy aki most kedvet kapott arra, hogy egy kicsit önmagához is oda találjon, akár egy félmaraton, akár egy rövidebb futam erejéig, akkor mit kell tennie, hány órára kell érkeznie, hová kell menni? Online regisztrációt kérünk, csak azért, hogy mindenkinek tudjuk a megfelelő feltételeket biztosítani. Ezt mint Facebook eseményt is megtalálják, Mária Pócsi futózarándoklat, illetve az Egyházmegye honlapján girgölkat.hu-n, hogy egy kicsit a szívünkön keresztül eljuthassunk a kegytemplomba. Hány ilyen befutóérmet készítettetek? 800 készült, hiszen tavaly is több mint 500-an futottak különböző távokat. Nos, reméljük, hogy mindenkinek eljut, és mindenkit szeretettel ott viseli majd a szíve környékén. Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk, mi pedig egy produkcióval folytatjuk.